Nagy Márk vagyok a Szegának Kft-től. Itt vagyunk éppen a bábolnai gazdanapokon 2020-ba, szeptemberbe, és szeretném bemutatni itt a Everan ERE12-es miniforgókotrót. Itt ez a rakodógép. Ez egy az 12, hát ez a súlyára utal, ez egy ilyen 1200 kilós miniforgó kotró. Ez 15 lóerős Yanmar motorral szerelt, ez egy 3 hengeres motor, Euro 5-ös normát teljesít. Itt nézzük körbe, mindjárt gyorsan rá is tekintünk, hogy milyen motor van ebbe a kis technikába. Itt látszik a kis 3 hengeres motor. Ez egy vízhűtéses japán technika. A szélessége az ilyen 90-92 cm, tehát akár ilyen kertkapun, ilyesmi is könnyedén befér. Maguk a gumiheveder az egy ilyen 18 cm széles gumiheveder van. Elől tolólap, hidraulikusan állítható. A maga az elérési mélység lefelé ez olyan másfél méter, illetve itt a gémen lehet látni, hogy buszkört is tudunk hozzá rakni, tehát itt lehet akár oszlopfúrót vagy kalapácsot is vezérelni. Maguk a kezelőszervek, azok pedig a hagyományos két joystickunk van, illetve a gumihevedernek a vezérlő karjaik középen van a tolóla, illetve itt van a pluszkör, tehát hogyha oszlopfúrót vagy billenthető kanalat szeretnénk felrakni, akkor azzal tudom vezérelni, tehát ennek van egy ilyen fix rögzített állása is, tehát hogyha folyamatosan mondjuk oszlopfúrót akarok működtetni. Maga a gép az 360 fokba körbefordul. Egyébként egy ilyen nagyon finom kis kultúrát hangja van. Kicsit hallgassuk meg, hogy milyen hangja van. Ide berakom a kulcsot. Szépen kulcssal lehet lenyitni, leállítani a motort. Egyébként maga a tető, az az árnyékoló tető, ez is az alapfölszereltség része, de ezt itt le lehet bontani, tehát itt van egy bontási pontja, illetve ott lent is le lehet, tehát ott 4-4 csavarral tudom bontani, illetve hátul is itt le tudom bontani. Tehát akár szoktak egy nagyobb kis teherautókba is be lehet ezzel a géppel állni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nézzék meg a többi videóinkat, illetve a szegana.hu honlapunkon is találhatok további adatok a gépről.